Ettől csak jobb jöhet. Talán így jellemezhető leginkább a Sárospataki csapat tavaszi bajnoki reménye, hiszen ősszel mindössze 2 pontot szerezve sereghajtóként zárták a 2014-2015-ös bajnokság félidejét. A csapat ennek az elvárásoknak megfelelően készül a folytatásra, hallhattuk Kovács Gábor szakosztályvezetőtől. A csapat elkezdte január közepén a felkészülést, ugye voltunk egy borosi tornán, de a srácok minden héten 3-4 alkalommal edzettek, jelen pillanatban is folyik most az edzés. A felkészülésünket nagyban befolyásolta az, hogy ugye több játékos távozott és ment a kerettől, de úgy érzem, hogy erősítés, akik jöttek, és cél a bennmaradás, tehát mindenképpen arra sarkalom a fiúkat is, hogy csak ez legyen az elsődleges szemük előtt. Az edzői kispadon is változás történt, illetve megüresedett. Hogy áll most az edzői kérdés a csapatnál? A Beimli Zsolt ugye a szezon végén lemondott posztjáról. Jelen pillanatban 2 pályaedzőnk van, a Sánta Tibor és a Géci József, és edzőnk egyelőre nincsen. Meglátjuk a szezon közben, hogy sikerül. Szerintem ezt így is le tudjuk vezényelni ezt a szezont. Talán megpróbáltátok megkeresni az okát az őszi kudarc sorozatnak, mondhatjuk ezt. Te hogyan látod, miben rejlett ez a kudarc sorozat? Mitől nem tudott a csapat úgy helytállni, ahogy talán elvártátok? Rutintalanság, mi volt ennek az oka? Ugye bajnokcsapatként zártunk a megye 2-be, azért az nagyban befolyásolta, hogy 6 játékos, meghatározó játékos távozott a kerettől. Ugye a Vaktér Tamás is akkor itt hagyott minket, és ezáltal megüresedett az edzői poszt. A Beimli Zsolt ugye vállalta, de mint kényszer úgy vállalta el a csapatot. Az az igazság, hogy magyarázni lehet itt az utolsó helyezés, de nagyon nem lehet. Amit hozzátennék még, hogy a sorsolásunk ugye eleve úgy kezdtünk, hogy egy Zsolca, egy Sajóbábony, egy Sátoraljaújhely, tehát egy a tavalyi bajnokság első 3 helyezettjével, 4 helyezettjével kezdtünk. Ugye a fiúkat egy kicsit megtört a sikertelenség, és ezért ez rányomta a bélyegét az egész őszi fordulóra. Talán nehéz lesz a kezdés is, hiszen az Éllovas Felső Zsolcát fogadjátok. Talán ez lelkileg is nehéz dolog. Így van. Úgy vagyunk vele, hogy a Zsolcával ott is jó meccset játszottunk. Én most a hazai pályát tartom előnybe. Szerintem itthon is meg tudjuk őket szorongatni, és meglepetés eredményt várok. Talán mentálisan volt nehezebb helyre tenni a csapatot. Ezt hogy látod, hogyan sikerült? Így van, az utolsó 5 fordulóban már látszott a srácokon, hogy hiába szeretnének. Nem úgy sikerült a mérkőzésre való felkészülés sem, meg maga a mérkőzés menetesem, ahogy ők szerettük, vagyis ahogy mi szerettük volna, meg ahogy a bajnokságban ugye elvárható lenne. Azért ez egy megyei első osztály kicsit keményebb, mint egy megye másodosztály, de én úgy gondolom, hogy a mostani felkészülés, ahogy összekovácsolódott a csapat, hogy edzéseken 16-18 ember van itt mindig, szerintem nem lesz akadály annak, hogy jó helyen zárjuk a bajnokságunkat. Bár mondhatjuk, hogy nincs igazi tél, de azt hiszem, hogy a pálya talaja azonban nehéz mély ilyenkor. Ez mennyire nehezítette meg a felkészülést, milyen lehetőségeitek voltak a felkészülésre, és hát a szombati mérkőzést ez mennyire befolyásolhatja? Hát a pályatalaja sajnos nagyon mély, ezáltal megmondom őszintén, nagyon itt a pályaterületén nem is nagyon tudtunk edzeni, hiába van a hátsó edzőpályánk. Az az igazság, hogy inkább műfűvön edzettünk, ugye itt a református gimnázium műfűvén és az AVG-s műfűvön. Ugyanis mi is új helyben játszottunk edzőmeccseket a nagy műfűvön, mert sajnos ezen a talajon nem tudunk felkészülni rendesen. Sajnos a hétvégi fordulóra szeretnénk lehengerelni ezt a pályát, de annyira mély, hogy talán nyomot fog benne hagyni. Lehet, hogy a pályatalaja nekünk fog előnyt adni egy jó játszó Zsolca ellen is. A Sátoraljaújhelyi tornaklub a veszélyzónában az éppen bentmaradást jelentő helyen zárta az őszi szezont. A csapat számos új igazolással és a kiváló létesítményeknek köszönhetően egy jól sikerült felkészülés után javítani szeretne a fél éves bizonyítványon, hallhattuk Szabó László szakmai vezetőtől.
Hál' Istennek most le kell, hogy kopogjam, hogy a hó nem hátráltatta a felkészülésünket. Egyszer volt a pályán nagyobb hó, azt letolta a városellátós szervezet. A műfüves pálya ideális helyszínt biztosított a felkészülésünkre. Vegyesen volt, ugyanis első, második héten voltunk bent a csarnokba is, és kint a pályán is. Most már hetedik hete edzünk, ez a hetedik hét, amit elkezdtünk. Bízunk benne, hogy jól sikerült ezt, majd persze a bajnoki szezon fogja bizonyítani, vagy éppen az ellentétét, de bízunk benne, hogy pozitív irányba mozdulunk el. Milyen változások történtek a csapatnál? Jöttek-e új igazolások, mentek-e a játékosok? Igen, két játékos eligazolt munkai elfoglaltság miatt, illetve egyéb más problémák miatt, a Tóth Ádám, illetve a Gélink Csongor. Érkezett a Boldog Máté, a kerékgyártó, akkor a Braú Zsolti kapuba, illetve a Váradi Pisti karcsáról. Én bízom benne, hogy ez a négy ember erősítést, minőségi erősítést fog jelenteni a csapatunknak. Be kell még őket építeni, ami problémát okoz, hogy az edzés létszámunk, vagy a látogatottságunk a megfelelő szám szerinti szintet eléri, viszont nem mindig tudnak azok a játékosok itt lenni edzésen, akikre alapcsapatba számítanék. Hát ezen még azért lesz javítani valunk, úgy gondolom, az elkövetkező időszakban. Azt hiszem, a pontok száma is a helyezések alapján önmagatok felé és a szurkolók felé is van tartozásatok, mondhatjuk ezt. Igen, tehát eleve nem úgy kezdtük a bajnokságot, ahogy elterveztük, nem is úgy fejeztük be. Van hiányérzetem nekem is a megszerzett pontok számát tekintve. Itt most a Tiszalúd csapata visszalépett a bajnokságtól, tehát elvileg megnyugodhatnánk, mert bennmaradó helyen van a csapat, de hát ez nem jelenti azt, hogy meg kell nyugodnunk, hiszen előre kell még lépnünk. Az előttünk lévő csapatok közül 3-4 befogható távolságon belül van, ehhez viszont az kell, hogy hazai mérkőzéseket lehozzuk, illetve idegenből pontokat szerezzünk. Nagyon bízom benne, hogy ez fog sikerülni, ugyanis a minőségi változás a kereten belül, ami mindenképpen megerősíti majd a pozíciónkat az első régióba, és feljebb tudunk lépni. Ami problémát okoz, hogy belső védőnk eltávozott a csapattól, itt amit mondtam a Tóth Ádám, és a helyére kell megfelelő megoldást találnunk, és ez valamilyen szinten az egész csapatot fel is borítja, és ezen dolgozunk, hogy ezt sikerüljön pótolni. Sokszor beszélünk erről a bizonyos formaingadozásról. Ezt hogyan lehetett megpróbálni kiküszöbölni itt a felkészülés alatt? Hát igen, ez, amit említettem az előbb is, ez a problémát az okozza főleg, hogy nagyon sokan dolgoznak, és a heti 3 alkalmon, vagy éppen a korábbi időszakban a heti 4 vagy 5 alkalmon, vagy az edzőmérkőzéseken nem tudott részt venni, és ez majd a bajnokságban is ugyanígy lesz, hogy X számú játékosunk dolgozik, a maradékkal dolgozunk edzésen, és a formaingadozás, ez is közrejátszik nagyon nagy részben a formaingadozásukban, hogy nem mindenki egyforma állapotban van, és azt azért tudjuk, hogy ahhoz, hogy egy csapat jól szerepeljen, a 80%-ának megfelelő teljesítmény kell nyújtani, és ez azért nagyon sokszor kritikát érdemelt a mérkőzéseken, és nagyon nehezen tudunk ebből kilábalni, hogy az a stabil állomány, ami a kezdőcsapatot alkotja, vagy ami közvetlenül ott van a közelébe, az itt legyen folyamatosan, és dolgozzon velünk együtt. Azt hiszem, ez a villanyfényes műfüves pálya, és a háttérben az új lelátóval, az új létesítmény talán még nagyobb kedvet hozhat a csapatnak és a szurkolóknak is a labdarúgáshoz. Hát ez egyértelmű, hogy tökéletes, tehát az öltözőnket se érheti kritika. A kinti pályák, az adottságaink első osztályúak, tehát itt a felkészülést ez semmiképpen nem befolyásolhatta. Most érkeznek majd a héten vagy jövő héten az alumínium kapuk plusz edzéseszközök, amik megint a TAO pályázat miatt nagy előnyt jelent majd a csapat számára. Ami viszont teljes mértékben elkeserít, hogy az utazásunk nincs megoldva, a támogatások még azok, amiket várunk, nem jöttek át. Edzői bérek tavaly júliustól nincsenek fizetve, tehát ahhoz, hogy ez az egész úgy működjön, ahogy kell csapatként, illetve egyesületként, ahhoz még a háttér része, mármint az anyagi része hiányzik.